az előző részben. Dave és Steve eljutott végre az öreghegyhez. Ám ekkor valami különös zajra lettek figyelmesek, mert valaki szólt hozzájuk. Ki merészel megzavarni? Dave, hallottad? Igen, Steve. Ki vagy? Gyere elő! Hogy merészeltek idejönni az öreghegyhez? Dave, én félek. Nyugi, Steve. Ki vagy? Mondom, gyere elő! Azt hiszitek, hogy mindent tudtok? Áááá! Mi ez a sötétség, Dave? Nem tudom, Steve. Hol vagyunk? Most elteleportállak titeket innen! Mi ez a hely, Dave? Nem tudom, Steve. Miért vagyunk a falnak feljel lefelé? Hogy merészeltek idejönni? Nem látok semmit. Nem lehetne valami fény? Így megfelel? Igen, és engedj el minket. Miért tenném? Hogy merészeltetek a hegyhez menni? Nem tudjátok, mi van ott? Nézze, ha elenged, mindent megmagyarázunk. Bízzon bennünk. Bár mondjuk maga nem úgy néz ki, mint az itteni lakó. Ezt eltaláltad, Dave Smith. Mi? Honnan tudja, hogy én ki vagyok? Na végre, már elgémberedtem. Nos, ki maga? Nem úgy néz ki, mint az itt lakók. Sokkal inkább olyan, mint én. Hosszú évtizedek óta raboskodok ebben a világban. Különböző portálokon mentem át, egyik világból a másikba. De onnan tudja, hogy én ki vagyok? Onnan, hogy te véletlenül kerültél ide, amikor megnyílt egy átjáró. Úgy tudtam. Viszont szeretnék hazajutni. Nem lehetne, hogy elengedne minket? Innen nincs kiút. Már hogyne lenne? Szereztem portálköveket is. A portálkövek mágikus dolgok. Mennyit tudsz a mágiáról, fiú? Hát, nem sokat. De elnézve magát, maga öreg varázsló, biztos, hogy többet tud, mint én. De én haza szeretnék jutni, az én világomba. De tudnod kell, hogy azt a portált mi őrzi. Igen, már hallottunk róla a kereskedő állomáson. Hogy valami démoni lény. Ha, az még csak démoni lény lenne. De egy sorvasztó csontváz. Tudod mi az? Az nem lehet. A sorvasztó csontvázak nem léteznek. Az nagyon veszélyes. Minden idők legveszélyesebb teremtményei közé tartoznak. Steve, te tudod mi az? Persze, Dave, olvastam róla régebben. Nagyon veszélyes lények. Nem lehet őket legyőzni. Vagyis hát az egyetlen módjuk az, ha a saját fegyverüket veszük el tőle, és azzal ártanak nekik. Akkor adott a feladat. Ha! Ostoba vagy, ha azt hiszed, hogy le tudod győzni. Jó, elejtetted a pálcádat. Nézd, öreg, engedj el minket. Visszamegyünk oda, megpróbáljuk legyőzni, nem a te gondod. Csak az, hogyha az a portál aktiválódik. Igen. És az a lény átjut egy másik dimenzióba. Minden dimenzióból dimenzióba fog utazni, hogy a saját képére formálja a világot. Hát, akkor ezt nem hagyhatjuk, nem igaz? Tud segíteni? Én már kimaradok ezekből a dolgokból. Nem akarok más, csak öreg napjaimba békében élni. Úgyhogy felejtsétek el azt a hegyet. Te itt maradsz ebben a világban, és kész. Eszembe sincs itt maradni. Vissza kell jutnom a sajátomba, és amíg van erőm, megpróbálom. Hát, akkor sok sikert hozzá. De innen nem jutsz ki élve ebből a világból. Már megint a teleportálás és feketeség. Megint nem látok semmit. Dave, hol vagyunk? Nem tudom, Steve. Csurom víz vagyok. Hova dobott minket az öreg? Mi a tiszta víz? Figyeld már, egy ilyen rókaház.
Jaj, ahogy nézem, a havas hegyekbe raktak. Hát innen hosszú lesz az út, Dave. Mi ez a hang? Megint valami élő volt? Oda nézd, az a vízből mászik ki! Vízi hullafutás! Steve, kelj fel! Majd én segítek! Vissza, bestia! És dugd is vissza a képedet a vízbe! Ki ne gyere! Kösz, Foxy, hogy segítettél! Foxy? Igen, Dave, ő Foxy. Régen bent lakott a faluba, csak felköltözött a hegyekbe, mert szereti a rókákat. Aha, tetszik a rókás ruhám? Aha, persze. Oké. Ez okot még? Ó, ők a rókáim. Hát elég sok van, ahogy látom. Igen, ők a szemem fényei. Hogy kerültek ide fel a hegyre, Dave és Steve? Hát tudod, találkoztunk a varázslóval, és... Mi? A varázslóval? Komolyan? Igen, és ide teleportált minket. Mit kerestetek a varázslónál? Én akarnék hazajutni, mint ahogy látod, nem éppen úgy nézek ki, mint aki a te világodban van. Ó, tényleg így közelebbről megnézve. Hát, és hogy akartok hazajutni? Hát már vannak portálköveim, találtunk egy amos portált, állítólag valami sorvasztó is. Mi? A sorvasztó csontváz létezik? Igen, én is ezt mondtam, hogy nagyon veszélyes. De hát azt nem lehet legyőzni. Igen, igen, ezt már hallottam. Esetleg nem akar segíteni? Köszi, de én inkább maradok itt fenn a hegyekbe. De elszállásolhatlak, hogy hónap hazainduljatok. Ó, azt megköszönjük. Gyertek, itt a házam. Melegedjetek meg a tűznél. Köszi. Milyen szuper házod van. Aha, tök jó berendezted. Ott van egy térkép. Merre kell pontosan visszamennünk? Ha jól megnézed, ott középen vezet lefele egy út. Látod? Igen, látom. Na, pontosan ott azon az útvonalon kell egyenesen végigmenni, és visszajuttok a faluhoz. Hú, köszi, Foxy. Tök jó fej vagy. Persze, barátoknak szívesen segítek. Na de, akkor pihenjünk. Vajon mikor jönnek vissza? Remélem, jól vannak. Mi a Silver? Látsz valamit? Sziasztok, Silver! Megjöttünk! Szia, drágám! Ó, Steve, már nagyon aggódtam. Hol voltatok? A varázsló elteleportált minket föl a hegyekbe. A havas hegyekbe. Találkoztam valami rókás emberre. Ó, Foxival? Aha, ott volt Foxy, igen. De ő nem segít, úgyhogy ki kell találnunk valamit. Miért? Mi a gond? Egy sorvasztó csontváz. Mi? Az létezik? Na ne! Igen, most azon gondolkozunk, mit csináljunk. Mi? Nem mehetsz oda? Hát az elevenen megfőz téged. Csak nem. Nézd, én sem akarom, hogy Steve jöjjön. Ez az én harcom lesz vele egyedül. Ne viccelj már, a barátod vagyok, még jó, hogy veled megyek. Nélküled tök unalmas volt itt minden. Egész nap csak bányáztam, gyűjtögettem. De hála neked találkoztam varázslóval, megtanultam harcolni a piglinekkel. Nem fogok csak úgy itthon ülni, és azon gondolkodni, hogy te mit csinálsz. Még jó, hogy elkísérlek. Köszi, Steve, igazi jó barát vagy. Szóval a terv a következő. Elmegyünk a piglinekhez. Megkérdezzük, hogy segítenek-e. Cserébe odaadjuk nekik a baby hobbint, amit láttunk. Hát, ha akkor jönnek segíteni. Esetleg tudsz szólni Huntressnek?
Hát, ha ő is tudna segíteni? Hát, megkérdezhetem, de nem tudom, hogy bevállalja. Mégiscsak a sorvasztó csontváz. De már lényegében csak ez az egy akadály van, és akkor végre hazajuthatok. Jó, akkor induljunk, felfegyverkezve, mindennel. Biztos, hogy jól meggondoltad? Nem maradsz itt ebben a világban? Sajnos, Alexa, nem lehet. Vissza kell térnem az én világomba. Hát, kár. Pedig tök jó lenne itt laknál. Igen, én is mondtam neki. Köszi, srácok, de haza kell jutnom. Úgyhogy fegyverkezzünk fel. Akkor itt az ideje, hogy előtúrjam a nagypapa felszerelését. Nagyon jó cuccai voltak, majd meglátod. Na, arra kíváncsi vagyok. Na, hogy festek be a fekete páncélba? Ez valami nagyon klassz tív. Nagyon szuper. Jaj, de jól nézel ki, drágám! Akkor én is összefegyverkezek. Vagyis felfegyverkezek. Na! A vasvilla és egy jó adag kötél. Így akkor legalább meg tudom kötözni a csontvázat. És mégis hogyan? Ha csak ketté vág a kardjával? Hát nagyon remélem, hogy nem. Azt mondta a varázsló, hogy a fegyverével kell legyőzni. Ergo el kell venni tőle a kardját. De ez nagyon veszélyes. De én segítek. Köszi, Steve. Ott vannak a piglinek. Huntressnek szóltál? Igen, azt mondta, hogy jön. Sziasztok! Szóval? Ah, szia Huntress, köszi, hogy eljöttél. Jaja, köszi. Persze, segítek. De akkor, hogy vesszük rá a piglineket? Nézd, testvér! Ott az megint azok harcolni akarnak. Nem tudom, testvér. Piglinek, békével jöttem, és üzletet ajánlani. Üzlet? Milyen üzlet? Mit akarsz? Igen. Mit akarsz tőlünk? Ha segítetek, akkor adok egy baby hoglint a nagy mellé. Nem azt mondtátok, vagyis hát nem is az, hogy ti, de valakinek mondtátok, és az a szóbeszéd járja, hogy a hoglinotok elvesztette a kicsinyét. Így van. Mit tudsz róla? Ha segítetek a harcban, visszakapjátok. A sorvasztó csontváznál van. Sorvasztó csontváz veszélyes? Hogy vizette el a kis hoglint? Jól van. Segítek neked. Én is. Rendben. Akkor kövessetek. Hát, újra itt vagyunk, a portálnál. Ott a kis hoglin! De jó, igazat mondtál. Hát persze, hogy igazat mondtam. Várjatok, itt vagyok. De büdösek ezek a piglinek. Mit mondtál? Maradj vesztek, piglin. Fejezzétek be! Most egy csapatban vagyunk. Bocsánat, Dave. Kis hoglin! De jó, megvan! Gyere kicsi hoglin! Gyere már el onnan! Mit csinálsz? Csak hozom a kis hoglint! Miért? Mi fog történni szerinted? Mi ez? A portál!
Úristen, ilyen rettenetes szörnyet még nem láttam. Oké, csak bátorság. Hű, ez nem lesz könnyű csata. Folytatjuk.